Isten igényét a rómaiakhoz írt levélből olvasom. A rómaiakhoz írt levél első fejezetének első 7 versét olvasom. A mai napon én a Károli fordításból olvasom ezt a szakaszt, mert nagyon pontosan kell látni, hogy itt miről van szó, és a Károli fordítás a legjobban adja vissza szó szerint azt, amit Pál apostol írt, de majd a másik fordításban meglátjátok, hogy nagyjából ugyanaz van benne. Rómaiakhoz írt levél, első fejezet, első 7 verseiben így szól hozzánk Isten igéje. Pál, Jézus Krisztusnak szolgája, elhívott apostol, elválasztva Isten evangéliumának hirdetésére, melyet eleve megígért az ő prófétái által a Szentírásokban, az ő fia felől, aki Dávid magvából lett testvér szerint, aki kijelöltetett Isten fiának hatalomban, a szentség lelke szerint, a halottak feltámadása okából, ami Úrunk Jézus Krisztus felől, aki által vettük a kegyelmet és az apostolságot, a hitben való engedelmességnek okáért, minden pogányok között az ő nevéért, kik között vagytok ti is, Jézus Krisztusnak hivatalosai. Mindenkinek, aki Rómában vagytok, Isten szerelmeseinek, hivatalos szenteknek, kegyelem néktek és békesség, Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Foglaljuk el a helyünket. A múltkor már mondtam, hogy az ókorban, a levél elején a levél írója bemutatkozik. Tehát ő azt mondja magáról, hogy ő kicsoda. És miért írja ezt a levelet? Milyen hivatalból, hogy milyen kapcsolat van az író és az olvasó között, ami miatt ő most írja ezt a levelet. És érdekes módon Pál apostol, amikor bemutatkozik, azonnal azt mondja, hogy ő csak egy szolga. Neki van egy ura. És többet ír az Úr Jézusról, mint önmagáról. Mert Pál apostol úgy látja, hogy az a fontos, hogy az Úr Jézust ismerjük meg egyre jobban. És ezért néhány dolgot írt az Úr Jézusról itt a levél elején. Tehát Pál apostol az Úr Jézus bemutatja. És a múltkor már beszéltünk arról, hogy mit jelent az, hogy Jézus, mit jelent az, hogy Krisztus, mit jelent az, hogy Isten fia, és mit jelent az, hogy a mi Urunk, az miért fontos. Csak itt a harmadik, negyedik versben Pál apostol valami bonyolultat mond. Még 2 olyan dolgot mond, amit nem tudtam a múltkor elmagyarázni, mert kicsit bonyolult. Ugye azt írja a harmadik, negyedik versben, hogy az Úr Jézus Dávid magvából lett, Dávid utódja ő, test szerint, aztán azt mondja, hogy még történt vele valami, feltámadott a halálból, és ebből is kiderült valami, hogy ő nem csak úgy általában Isten fia, hanem ő Isten hatalmas fia. Ő hatalomban Isten fia, majd beszélek még róla, és ez a szentség lelke szerint mond valamit az Úr Jézusról. Hát ha így is mondom, még mindig bonyolult, tehát nézzük meg részletesen, hogy ez mit jelent. Ugye először is azt mondja Pál apostol, hogy az Úr Jézus Dávid utódja, Dávid családjából született. És nos, önmagában, hogy valaki valamilyen családból született, az talán nem is annyira érdekes, csak a Bibliában az, hogy valaki Dávid családjából született, az egy nagyon fontos dolog. Mert rengeteg ígéretet mondott az Isten, először Dávidnak, aztán majd később az ő népének, Isten népének, Isten mondott ígéreteket arról, hogy majd valaki jön, aki Dávid családjából születik, és nagyon különleges dolgokat fog tenni. Hogy Dávid király volt. Izraelben Dávid volt a második király. Nem az első, hanem a második. És igazából az is egy érdekes dolog, hogy Izraelben egyáltalán volt király.
Igazából Istennek nem ez volt az eredeti elképzelése. Mert amikor Isten kiszabadította az ő népét Egyiptomból, ők megállapodást kötöttek a Sínai hegynél. Ugye akkor adta Isten a 10 parancsolatot is. És mielőtt megkötötték volna ezt a megállapodást, vagy szövetséget, Isten azt mondta Mózes révén a népnek, hogyha ők mindent tesznek, amit ő mond, amit Isten mond, akkor ők papok királysága lesznek. Tehát magyarul ez azt jelenti, hogy mindenki pap, mindenki annyira szent, hogy közvetlenül beszélhet az Istennel, és ez egy királyság, tehát magyarul van egy király. Csak azt nem mondta el az Isten, hogy ki a király. Olyan teljesen világos, hogy ha ő azt mondja, hogy ha ti azt csináljátok, amit én mondok, akkor a nép nagyon szent lesz, mindenki beszélhet szabadon az Istennel, és valaki lesz a király. Hát nem bonyolult kitalálni, hogy ki a király, ugye? Akkor Isten a király. A király az, aki gondoskodik az ő népéről, és aki a törvényeket mondja, hogy hogyan kell élni. De igazából egy idő után az emberek már nem hallgattak Isten törvényére. Mózes meghalt, Mózes utódja Józsué volt, az is meghalt, hogy ők még látták a pusztaságban, hogy Isten milyen csodákat tett, és utána már olyan emberek éltek, csak olyan emberek éltek, akik, ahogyan mi, csak a Bibliából ismerték ezeket a dolgokat. És valamiért nem figyeltek annyira oda, hogy Isten mit is mondott, hogyan is illik élni. És mindig bajba kerültek. Ellenségek kezébe kerültek. És amikor már kiáltoztak az Istenhez, hogy segíts, akkor Isten küldött egy bírót. Úgy hívják ezt a Bibliában, olyan embert, aki két dolgot tett, először is hadsereget szervezett, kiszabadította Isten népét az ellenségek kezéből, és utána újra elmondta az embereknek, hogy nagyon oda kell figyelni, hogy Isten mit mond, mert ha nem azt tesszük, akkor megint bajba kerülünk. Eltelt néhány év, és az emberek megint nem hallgattak Istenre. És így ment ez többször egymás után. És az emberek azt gondolták, hogy amikor van ilyen vezetőnk, akkor minden rendben van. Ha nincs vezetőnk, akkor mindig bajba kerülünk. Ugyan ők csak azt látták, nem az volt az igazi az volt, amikor nem hallgattak Istenre, akkor jöttek bajba. Az az ember, az a vezető, az a bíró, az csak arra volt jó, hogy visszavezesse az embereket a helyes útra. Utána már nem lett volna rá szükség, ha az emberek ott maradtak volna. Az emberek azt mondták, hogy na, az a baj, hogy nincs királyunk. Ha mindig lenne egy vezetőnk, akkor nem lenne annyi gond. És ezt el is mondták egy prófétának, egy olyan embernek, akit Isten küldött, hogy csak a Bibliát magyarázza. Akkor éppen úgy nagyjából rendben voltak a dolgok, de az emberek mégse értették teljesen a Bibliát, és Isten küld egy embert. Sámuelt küldi, aki városról városra megy, és elmagyarázza a Bibliát. És egyszer csak, amikor Sámuel már nagyon idős, a nép összegyülekezett, és azt mondták Sámuelnek, hogy szeretnénk egy királyt. És akkor a 1 Sámuel 8, 6.-7. versében azt olvasjuk, azonban Sámuelnek nem tetszett ez a beszéd, hogy azt mondták, adj nekünk királyt, aki ítéljen felettünk, és imádkozott Sámuel az Úrhoz. És az Úr azt mondta Sámuelnek, fogadd el a nép szavát mindenben, amit mondanak neked, mert nem téged utáltak meg, hanem engem utáltak meg, hogy ne uralkodjam felettük. És kaptak egy királyt. Kértek egy királyt? A prófét azt mondta, hogy nem jó ötlet. Imádkozott Istenhez, és Isten azt mondta, jó, akkor legyen nekik egy királyuk, majd meglátják, hogy abból mi lesz. És olyan embert választott ki Isten királynak,
aki pontosan olyan király volt, amilyenek az emberek elképzelték a királyt. Egy nagyon magas férfi volt. Nagyon erős. Állandóan harcolni akart. Megmutatni, hogy milyen erős. De mellette nem nagyon figyelt oda arra, hogy Isten szerint hogyan kell viselkednie egy királynak. Volt, amikor hallgatott az Isten szavára, volt, amikor nem. És ebből bajok lettek természetesen. És akkor Isten úgy döntött, hogy valaki másból, a következő király valaki teljesen másból lesz. Isten kiválasztott egy pásztor fiút. Egy olyan fiút, aki a birkákkal foglalkozott, a nyájra vigyázott. Sámuel öreg korában odament Dávidhez, és felkente Dávidot királynak. Majd, amikor Saul meghal, Dávid lesz az új király. Nem valami magas férfi volt, nem valami erős, de ugye ő pásztor volt. És a pásztornak az a dolga, hogy ő gondoskodik a nyájról. Ugye ez a jó király. A jó király is gondoskodik azokról az emberekről, akik őre vannak bízva. Állandóan azon jár a pásztor meg a jó király esze, hogy mi lenne a jó a nyájnak, az embereknek. Azt akarom csinálni. És így Dávid lett a következő király. És Dávidnak Isten ígért valamit. Megint az Ószövetségből olvasok néhány verset. Ezt mondja a seregek ura. Dávidhoz mondja. Én hoztalak ki téged a kunyhóból, a juhok mögül, hogy légy fejedelem az én népem felett, Izrael felett. És veled voltam mindenütt, valahova mentél, és kiirtottam minden ellenségedet előtted. És nagy hírnevet szerzettem neked, mint a nagyoknak hírneve, akik a földön vannak. Helyet is szereztem az én népemnek, Izraelnek, és ott elplántáltam őt. És lakozott az ő helyében, és többé helyéből ki nem mozdítatik, és nem fogják többé az álnokságnak fiai nyomorgatni őt, mint korábban. Attól a naptól fogva, hogy bírákat rendeltem az én népem az Izrael felett. Békességet szereztem tehát néked minden ellenségeitől. És megmondja neked az Úr, hogy házat csinál neked az Úr. Isten építi Dávid családját. Mikor a te napjaid betelnek és elalszol a te atyaiddal, tehát meghalsz, feltámasztom utánod a te magodat, az utódodat, mely ágyékodból származik, és megerősítem az ő királyságot. Az fog házat építeni az én nevemnek, és megerősítem az ő királyságának trónját mind örökké. Én leszek néki atya, és ő lesz nekem fiam, aki, mikor gonoszul cselekszik, megfenyítem őt emberi veszővel és emberek fiainak büntetésével. Mindazáltal irgalmaságomat nem vonom meg tőle, miképpen megvontam Saultól, akit kivágtam előtted. És állandó lesz a te családod, és a te országod mindörökké a tied lesz, és a te trónod erős lesz mindörökké. Azt mondja Dávidnak, lesz egy utódod, aki házat fog építeni. És a ház a Bibliában mindig két dolgot jelent. Vagy kőházat, vagy pedig családot. A családot is háznak nevezték. És itt Isten azt ígéri, hogy hát Dávidnak lesz egy gyereke, aki egy házat fog építeni. Az meg is történt egyébként, mert Dávidnak volt egy fia, annak a neve Salomon, aki a templomot építette, tehát a kőházat építette Jeruzsálemben. De ugye azt is mondja Isten, hogy tehát valahogy itt valahogy nem stimmel, mert olyan utódról van szó, aki mind örökké uralkodni fog. Tehát aki nem fog meghalni ezek szerint. Hát Salomon meghalt. Tehát nem ő volt az. De biztos van még valami más ebben az ígéretben. Lesz egy másik utódja, egy későbbi utódja Dávidnak, aki nem kőházat fog építeni, hanem embereket fog összegyűjteni Istennek.
És ez tényleg így volt, mert sokkal később, amikor Izrael népe megint nem hallgatott az Istenre, és megint bajba kerültek, de most már akkora bajba, hogy Isten őket 40 évre egy idegen országba küldte, hogy tanulják meg, hogy milyen helytelenül cselekedtek, akkor még mielőtt Izrael népe fogságba került, három próféta újra ígéreteket mond valakiről, aki Dávidtól származik, és helyre hozza a dolgokat. Ézsaiás is mondott ilyeneket, Jeremiás is mondott ilyeneket, Ezékiel. Ez három olyan próféta, akik a fogság előtt, a fogság alatt dolgoztak, ígéreteket kaptak Istentől, és le is írták egy könyvet, mindhárom nagyon nagy könyv. Rengeteg ígéretnek fenyegetés is van benne, de nagyon nagy ígéret az a Bibliában, hogy Dávid családjából még születik valaki, aki vissza fogja vezetni az embereket az Istenhez. És ezt mondja itt ugye Pál apostol az Úr Jézusról. Hogy nagyon fontos ígéretek vannak a Bibliában, és azok beteljesültek az Úr Jézus életében, mert ő Dávid családjából származik. Tehát ez már önmagában egy óriási nagy dolog. És akkor azt mondja Pál apostol, de van itt még valami más is. Van itt valami, ami még érdekesebb. A 16. Zsoltárban Dávid énekli, nem hagysz engem a halottak birodalmában, és nem engedett, hogy a te szented elmulást lásson. Dávid írt egy szép dallamot, és volt, aki azt gondolta, hogy Dávid önmagáról írta, de ugye Dávid meghalt. És azt mondja, hogy hát nem hagysz engem meghalni, nem hagysz engem a halottak birodalmában. Hát, akkor talán Dávid azt akarta mondani, hogy valamikor föl fog támadni. Hát, de az se igaz, mert ugye azt mondja, nem engedett, hogy a szented elmulást lásson. És Péter, amikor először ugye prédikál a pünkös napján, ezt mondja. Emberek, ismeritek ezt a Zsoltárt? Igen, ismerjük. Képzeljétek el, ez Dávid nem önmagáról írta, hanem az utódjáról, akit Isten ígért. És van egy valaki, aki Dávid családjából származott, és igaz, hogy meghalt, de a teste nem rothadt meg. A teste épségbe maradt annyira, hogy föl is támadott. Isten megadta őt, hogy feltámadjon a halálból. És ez az Úr Jézus. És ez azt jelenti, hogy ő nem csak úgy Isten fia, ahogyan mások a Bibliában Isten fiai lehetnek. Ő Isten fia hatalommal. Ő erőhatást tud kifejteni emberekre. Ő annyira különleges, hogy Isten őt kihozta a halálból. Vele kezdődik valami. Ő vele elkezdődik a halottak feltámadása. Mert az Úr Jézus ugye a testi halálból támadott, föl a sírba volt, valóban meghalt, úgy, hogy mi értjük, de ugyanaz az erő, a halálnak az ereje, az minden emberbe dolgozik, aki még él, testben még él, de mégsem tartja a kapcsolatot az Istennel. Az ugyanaz a halál, csak még nem teljesült be. És Isten az Úr Jézusnak adta az erőt, hogy ő kiszabadítson embereket már a halálból, mielőtt testileg meghaltak volna. Az Úr Jézusnak odaadta az Isten ugyanazt az erőt, amivel őt is kihozta a teljes halálból, hogy az embereket a bűn hatalmából szabadítsa ki. Ez ugyanaz a halál, csak még nem lett teljes, és ezért ugyanarra az erőre van szükség, hogy az ember onnan megszabaduljon. És ez a különleges az Úr Jézusnál.
hogy ő nem csak test szerint, tehát nem csak családilag Dávidtól származott, hanem itt sokkal mélyebb dolgokról van szó. Így meg kell nézni, hogy az Úr Jézusban mi működik. És ami az Úr Jézusban működik, azt szó szerint úgy mondja Pál apostol, az a szentség lelke. Az ugyanaz, mint a Szent Lélek egyébként, csak Pál másképp mondja, mert ugye, amikor Pál azt mondja, hogy Szent Lélek, akkor a fő szó a lélek. És a különleges erre a lélekre nézve az, hogy szent. De itt Pál pont fordítva mondja, mert azt akarja mondani, hogy a különleges ebben az esetben az a szentség. Az Úr Jézusban a szentség lelke működött. És azt akarja kiemelni, a szent a Bibliában az azt jelenti, hogy az Istennél. Isten használhatja. Már nem általános használatra jó, hanem ezt kivesszük az általános használatból, és odaadjuk az Istennek. Hogy az Isten döntse el, hogy ő mit akar vele csinálni. Ugye a szent az nem azt jelenti, hogy tökéletes, az nem azt jelenti, hogy hibátlan, a szent az azt jelenti, hogy az Istené. És az a lélek munkálkodott az Úr Jézusban, de teljesen. A feltámadásból tudjuk, hogy az Úr Jézus annyira szent, mint senki más. Amit az Úr Jézusban látunk, az nem az emberi, vallásos igyekezetnek a csúcsa, az nem olyan dolog, amit egy ember elérhet, hanem ami az Úr Jézusban működött, az Isten lelke, aki teljes szentséget munkálkodott az Úr Jézusban. Az Úr Jézus már annyira az Istené, hogy egyenlő az Istennel. Ő nála tényleg az a helyzet, hogy nem csak Isten használatára van, de ráadásul még tökéletes és hibátlan is. És neki megvan az erő, hogy ő ezt, valami hasonlót kimunkáljon azokban az emberekben is, akik ő benne hisznek. Majd a következő alkalommal látni fogjuk, hogy amikor Pál apostol a hívő emberekről szól, akkor ő azt mondja, hogy azok is szentek. Nem azért, mert tökéletesek, hanem azért, mert miután elkezdtek hinni az Úr Jézusban, az Úr Jézus munkálkodik rajtuk. Hogy egyre inkább azt akarják megtenni, amit az Isten mond. Hogy, ha szabad így mondanom, egyre közelebb kerüljenek Istenhez, tehát egyre szentebbek legyenek. És azt mondja itt Pál apostol, na ezt kell a leginkább megérteni az Úr Jézusról, hogy rengeteg ígéretről szólt róla, hogy ő király, egy olyan király, aki örökké uralkodni fog az ő népén, de nem egy rossz király, nem egy zsarnok, hanem neki adatott az az erő, hogy ő kimunkálja az emberekben, a hívő emberekben azt, hogy ahogyan az Úr Jézus teljesen az Istené, úgy ők is egyre közelebb kerüljenek az Istenhez, ami azt jelenti, hogy egyre jobban tapasztalják meg az Isten szeretetét. Hát, azt gondoltam, hogy talán jó, hogy ezt egy kicsit részletesebben elmondom. Mert Pál apostol ugye két mondatban elmondja, de ugye ezek az emberek nagyon jól ismerték a Bibliát, mi meg annyira nem. És itt látjátok, hogy két mondatban benne van az is, hogy milyen különleges az Úr Jézus, és azt gondolhatjuk, hogy hát lehet, hogy ő nem is akar velünk foglalkozni, de az is benne van, hogy de ő nagyon akar velünk foglalkozni, sőt, ő nagyon segíteni akar.
hogy mi is egyre közelebb kerüljünk az Istenhez és az ő szeretetéhez. Ezért olyan fontos, hogy olvassuk a Bibliát, egyre jobban megismerjük az Isten akaratát és azt, amit az Úr Jézusról lehet tudni, és utána személyesen el is mondjuk az Úr Jézusnak, hogy mi mit gondolunk az egészről, őróla, a saját életünkről. Ha olvasjuk a Bibliát, és imádságban beszélünk az Úr Jézussal, akkor ő a Szentlélek által segít nekünk abban, hogy valóban egyre közelebb kerüljünk az Istenhez. Amen.